Az idei műemléki világnap fő rendezvényét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Budai Millenáris Parkban rendezte meg, amely szép példája a felhagyott ipari objektumok kulturális és szabadidős célú hasznosításának, műemléki szempontból pedig mintaszerű rehabilitáció. A Millenáris Teátrumban szervezett kerekasztal témája ezúttal a kulturális örökség volt, mint a munkahelyteremtés és a válságkezelés eszköze. A világnapon miniszteri díjakat és emlékérmeket is átadtak, valamint régészeti leletmentőket jutalmaztak. A műemléki világnap hagyományosan az örökségvédelmi szakemberek és barátaik, szövetségeseik szakmai seregszemléje. Az ünnep az hagyományos volt, a téma viszont új, ugyanis az örökségvédelem kitörési pontokat keres. Az egyik ilyen kitörési pontnak gondoljuk azt, hogy rávilágítsunk az örökségvédelem gazdasági és társadalmi hasznára. Különös aktualitást ad ennek a témának a 2008-2009-es válság, illetve a jelenlegi magyar gazdasági és költségvetési helyzet, amikor az országnak az egyik legfontosabb problémája a munkahelyteremtés. A világnapi konferencián többek között ezt a lehetőséget is felvillantottuk a döntéshozók számára, hogy örökségi értékek megóvása kapcsán hozzanak létre új munkahelyeket. A Cuhavölgyi Vasút példája is mutatja azt, hogy az örökségvédelem az milyen egyéb társadalmi célokat is, közösségi célokat is szolgálhat. Az előző kormányzat a Cuhavölgyi Vasutat, mint úgynevezett szárnyvonalat felkívánta számolni. Segítségül hívták a tiltakozó civilek az örökségvédelmet is. A hivatal pedig előkészítette ennek a vasútvonalnak a műemléki védelmét. Mi természetesen tudományos szempontok, örökségszakmai szempontok alapján készítettük el a védési dokumentációt, de nagyon örültünk, hogy egyéb közösségi célokat is szolgálhattunk vele. Indulás előtt álló program a Jáki templom félbeszakadt restaurálásának a folytatása. Itt az egyházakért felelős államtitkárság és az örökségvédelmi hivatal fog össze annak érdekében, hogy az egyházi támogatásként folyósított 150 millió forintot a Jáki templom helyreállítására megfelelő szakmai kritériumok szerint használjuk fel. Küszöbön áll egy együttműködési megállapodás megkötése a Közigazgatási Minisztérium és a NEFMI kulturális államtitkársága között, amelynek célja a határon túli magyar kulturális örökségi értékek megóvása, az első Orbán kormány idején olyan sikeres határon túli örökségvédelmi programnak a felélesztése. A műemléki világnapon adták át a 2011-es ICOMOS díjakat is, amelyeket két helyreállítás érdemelt ki. A Sopron-bánfalvi egykori pálos karmelita kolostor felújítói Magyari Éva és Pazár Béla voltak. Az új tulajdonos koncepciója szerint a kolostor épületébe szálláshely került, de a hely szellemének megfelelően meditációs jelleggel. A helyreállítás a még fellelhető értékeket konzerválta és integrálta az új funkcióba. Ugyancsak ICOMOS díjat érdemelt ki a Tabáni Rácz fürdő felújítása és új funkciókkal való bővítése. A rehabilitáció vezető tervezője Dévényi Tamás volt. Ami régi, azt meg kell menteni. És vissza kell állítani a becsületét. Vagyis bármennyi kutató munkával is jár, ezt rá kell fordítani, hogy mindent, amit csak lehet megtudni arról az épületről, amivel éppen foglalkozik az ember, és mindent megtenni, hogy ez ráadásul természetesen szinte kizárólag csak korhaanyagokból újra vissza is kerüljön.
A múltat hihetetlenül tisztelni kell, és komolyan kell venni, de nem szabad konkrét kapcsolatba kerülni vele. Ami régi, az legyen régi, ami meg új, az legyen új. Hatékonyabb az a megoldás, hogyha ez a kettő elválik. A Rácfürdő is ilyen, hogy nagyon világosan elválik a múlt a jelentől, és úgy gondolom, hogy az általam tervezett épületrészek, azok figyelembe veszik a régieket, tehát nagyon is figyelnek rájuk, csak nem úgy, hogy formákat kölcsönöznek tőlük. A Rácfürdő tervpályázatán, meghívásos tervpályázatánhoz beadtam három kis perspektívát, és ezekben megpróbáltam összefoglalni, hogy van egy régi épület maradványokból álló furcsa térbeli struktúra, ahol már a régi épület részek sem határozottak önmagukban, hát még együtt, és hogy itt először rendet kell csinálni. És ki kellett találni ezek után az óhatatlanul beépülő modern épület részek viszonyát a régivel. Ahhoz, hogy a régi házak érvényesek legyenek, ahhoz az kell, hogy ne takarjuk el őket. De az a cél, hogy nem egy 21. századi technikával fölújított török fürdőt kéne itt a közönség számára átadni, és ehhez például az kellett, hogy természetes szellőzése kell legyen egy török fürdőnek, nem gépi, és ez az kell, hogy alul be tudjon jönni a friss levegő, és felül az opályonon el tudjon távozni. Kis közök alakultak ki az épületrészek között. Ha valaki megáll egy üvegfal előtt, akkor egy nagyon furcsa kapcsolatba kerül a múlttal. Mi legyen az új építés? Valamit kellett keresni, amely képes itt ugyanolyan önállóan, ugyanolyan autonómul viselkedni, mint amit az öreg házaknak megkívántam adni. És ebből az következett, hogy akármilyen alakú is a kimaradt rész, az egyház kell legyen. Hogy lehetőség nyílt arra, hogy ez a kor világosan beszéljen. Az egész telket beborítottuk egy egyenlő oldalú háromszögökből álló raszterrel. Minden egyes raszterpont tartalommal telítődött. Ez kellett ahhoz, hogy egy olyan fajta részletgazdagságról tudjon formai hasonlóság nélkül beszélni ez az új épület, mint ami a régi házakon tapasztalható. Egy ortodox modernista épület ez, nincsen párkány, oszlopfő meg hasonló, és mégis megjelenik az, hogy minden raszterpontban vagy oszlop van, vagy lyuk van. Ez az, ami a török korban a felülvilágító volt, és az, ami Ibl idejében a bevilágító opelyon volt, tehát nem utal rá, hanem az. A 240 éves szigetújfalui templom érdekessége, hogy a hagyomány szerint az elpusztult ercsi monostor köveiből épült. A külső homlokzat helyreállítása során mód nyílt a levert vakolatú templom vizsgálatára, és bebizonyosodott, hogy a mendemondának valóságos az alapja. Egy közel 1000 éves templom, illetve korostól maradványai kerültek elő. Amikor egy kicsit elgondolkozik az ember, hogy mik azok az értékek, több száz évvel ezelőtt létrehoztak valamit, és még mindig a darabjain, ha sok pusztuláson mentek keresztül, még mindig üzennek nekünk, és mi az, amit mi majd üzenni tudunk az utókornak. Ezek a gondolatok keringenek
az emberben és bennem is. Köszönet azoknak a mesterembereknek, akik előhozták számunkra ezeket az értékeket, és akik megmutatták, hogy annak idején milyen módon építkeztek, milyen anyagok díszítették az akkori oszlopokat. Egy kolostorrom valahol a föld alatt nyugodott, aztán 200-300 évvel ezelőtt az akkori emberek gondolták, hogy ezeket felhasználják, és ha Istenháza volt 800 évvel ezelőtt, akkor legyen az akkor is. És a 18. században ezekből a kövekből építették föl ezt a templomot. Köszönettel tartozom azoknak a szakembereknek, akik ezeket a köveket előhozták. Nagyon fontos ez a kőanyag. Nagyon illusztris rokonságba illeszkedik ugyanis bele. Itt rögtön említhetnénk a gyulafehérvári székesegyházat, a székesfehérvári boldogasszony prépostsági templomot, a pécsi bazilikát, vagy a somosvári apátságot. Az ercsi monostor kövei ebbe a stíluskörbe illeszkednek. Az egész körből ez az egyetlen emlékünk, amihez évszám csatolható, még ha bizonytalan is az értelmezhetősége. 1186-ban itt temették el a késő fundátornak, alapítónak mondott Tamás Nádort, akiről tudnivaló, hogy az ország második embere volt. Sajnos azonban ez a temetkezés ez nem a szokott főhelyen, az oltár előtt történik, hanem a sekrestjében. Így ez mindenféle találgatásokra adhat okot, hogy vajon miért oda temették, hiszen ez nem szokványos. A legnagyobb valószínűséggel talán arra gondolhatunk, hogy azért temetik a sekrestjébe, mert még a templom nincs kész. És hát a kövek úgy gondolom önmagukért beszélnek. Egyébként az, hogy itt Szigetújfalun a 1770 és 1773 között épült barokk templom falaiban számíthattunk ilyen kövekre, úgy gondolom ez leginkább idősebb Enz Géza professzornak az érdeme. 44-ben a templom nyugati homlokzatát bombatalálat érte, és 49-ben, amikor kijavították, akkor vissza kellett belőle bontani, újraépíteni, és ezeket a köveket az 50-es években Enz Géza találta meg a műemléki topográfiához való adatgyűjtése során. Ő gyűjtötte össze hozzá először a történeti adatokat, és az ő érdeme, hogy egyáltalán, mikor itt elkezdődtek most a 2010-ben a felújítási munkák, akkor már lehetett sejteni, hogy valami hasonló leletanyagot fogunk mi is találni. Hát az ember találkozik sokszor azzal, hogy egy-két kő szórványosan, úgy elúsztatva új falszövetekben megjelenik, de az, hogy egy templomot majdnem kizárólag 80-90%-ban egy másik középkori templomból építsenek, de úgy, hogy még a falazó habarcsot is abból a mézből keverik, amit a hajdan volt épületek anyagából égettek. Úgy gondolom, hogy ez valóban nagy különlegesség, és hát kutatóként mondanom se kell, hogy micsoda élmény. Dunaharaszti főutcáján, pár száz méternyire a városházától évtizedeken át elhanyagolt állapotú épület árválkodott. Az idősebbek granáriumnak, azaz magtárnak hívták, eredetileg azonban ez volt a Laffert kúria. Az épületnek és dísztermének igényes helyreállítása egyike korunk örökségvédelmi bravúrjainak. A szigetújfalusi templomnál sikerült kibontani a 18. századi templom falaiból az egykori 12. század végén épült ercsi monostornak a festett faragott köveit. Itt Dunaharasztin pedig a Laffert kúria sokáig magállakásként, meg egy romos magtárként csúfította a település középpontját, és a helyi önkormányzat uniós pályázatot adott be, és most egy helyi kulturális központot varázsolt belőle, mert az egész település a sajátjának érezhet. Mind a két esetben a helyi közösségnek volt nagy szerepe a műemlék felújításában. Azt gondolom, hogy önmagát becsüli minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, hogy a világ nem vele kezdődött. Ezt nem én mondom, hanem Sütő Andrástól idézem. Egy közösség életében nagyon fontos építőerő az identitástudat, a közös múlt megélése és a közös jövőre vonatkozó elképzelések, és az örökségvédelem nélkül nem létezhet. Az épület hihetetlen rossz állapotban volt, amikor rámosolygott a szerencse.
olyan állapotban, hogy már az is kétséges volt, hogy milyen szinten lehet ehhez hozzányúlni, és voltak merész elképzelések. Akkor kellett az első nemet mondani, hogy itt a történeti hűség az, ami egyedül irányadó. Aztán kellett egy nemet mondani, mikor a tervek tovább fejlődtek, és a legszebb terem fölötti szerkezeti résznek a részleteit kellett egyeztetni. Aztán kellett nemet mondani, amikor az épület színezéséről volt szó, mert ott is nagyon fiatal gondolatok jöttek elő. Nemet kellett mondani például, amikor a tetőtér beépítésnek a megvilágítása szóba került, de szerencsére ekkora már kialakult egy olyan bizalmi légkör a megbízóval, építetővel, hogy ezeket a nemeket tolerálta, és maga az épület mondta ezeket a nemeket, csak ugye nekünk az a tisztünk, hogy az épület nyelvét valahogy megértsük, azt lefordítsuk és közvetíteni tudjuk a megbízó felé, és szerencsére ezekből a nemekből aztán végül lett egy igen jó felújítás, egy igen szép épület, igen hasznosítható intézménye, lehet így mondani, azt hiszem, hogy a település dísze. Az épület funkciója azt mondom, hogy ideális, mert az önkormányzat tulajdonában van és közösségi célokat szolgál. Egy kis helytörténeti múzeum, fönt kortárs kiállítás van, itt pedig mindenféle rendezvényeket tartanak. Nem csak a műemlékvédelemben, hanem az egész területi közigazgatásban új szervezeti rend él január 1-e óta. Az addigi központi hivatalok területi szervei jelenleg a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működnek. Így van ez az örökségvédelemben is. Az elsőfokú műemlék és régészeti hatóságok, mint a kormányhivatalok kulturális örökségvédelmi irodái végzik a feladatukat, és a kulturális örökségvédelmi hivatal pedig a szakma irányító szerve ezeknek az elsőfokú hatóságoknak, és másodfokú hatóság is egyben. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal január 1-ével bekerült a kormányhivatal keretei közé, tehát egy olyan szakigazgatási szerv került ide, amelyik pontosan ilyen jellegű munkákkal, ilyen hivatással foglalkozik. A szívemhez egyébként az egyik legközelebb álló szakigazgatási szervről van szó, és nem is szeretem ezt a szót ebben az összefüggésben, hiszen magasztos hivatással rendelkező emberek végeznek munkát, és azon kívül még a szabadidejükből is egy csomó időt erre áldoznak. E tekintetben az arcpolitikám a kormányhivatalon belül az az, hogy teljes mértékű szakmai önállóság jellemzi ezeket a hivatalokat, így például a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, arra rátermett abszolút profi szakemberek dolgoznak itt, és minden ehhez szükséges egyéb feltételt kell biztosítanom, ez az én dolgom. Tehát a funkcionális feladatok, pénzügy, humánpolitika, vagy informatika, ezeket nekem biztosítanom kell, hogy ezek minél hatékonyabban és minél olcsóbban legyenek hozzáférhetők. Ez az én feladatom és ez a dolgom. Azért, hogy az arra hivatottsága rendelkező mesteremberek tudjanak ilyen magasztos feladatot ellátni. Tehát szakmai autonómia, illetőleg funkcionális feladatok tekintetében pedig egy koncentrált, olcsó és hatékony igazgatás, hát ez maga a kormányhivatal, és az első hónapok már azt mutatják, hogy igen, talán ez sikeresnek minősült. Azt a fajta szemléletet szeretnénk kulturális örökségvédelem tekintetében megvalósítani, hogy nem csak helyreállítunk valamit, nem csak köveket bányászunk elő, kirakjuk, hogy tessék, akkor ezeket lehet megtekinteni és lehet nézni, hanem hogy ezek tényleg élő kövek legyenek, élő munka, tehát a funkciója az adott műemléknek megtartassék, de közben az értékek is megőriztessenek. Ez a jövő útja, talán így lehetne összefoglalni ennek a Kulturális Örökségvédelmi Intézménynek, hivatalnak az elnevezését és az arcpolitikáját. A néhány éve elhunyt Reisl Gábor nem csak az épített örökség védelmének lelkes híve volt, de kiváló műépítész is, aki az ökológikus építészet egyik hazai úttörőjének számított. Elsősorban a magyar vidék, a falvak és a tanyák fizikai környezete izgatta, és a szenvedélyes érdeklődést terelte a mezőgazdasági építészet irányába, amelynek szerinte a spontán népi építészeti tradíciókra kell támaszkodnia.
Hézakpótló összegző könyvét posztumusz jelentette meg a Terc kiadó Csontos Györgyi gondozásában. És ott mutatták be, ahol Reisl Gábor hosszú időn át tanított, sőt sokáig tanszékvezetői és dékáni feladatokat is ellátott, a Szent István Egyetem Ybl Miklós építészeti karán. Reisl Gábor mezőgazdaság és építészet című könyve egy hiánypótló mű, kézirata, körülbelül 90-95%-os készültségben maradt ránk utódokra. Ebben a témában, a mezőgazdasági építészet témájában nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt jelent meg az utolsó ilyen szakkiadvány. Reisl tanár úr könyve ezen a területen még abban speciális, hogy ő az iparosított mezőgazdaság helyett az alternatív mezőgazdasági építészettel foglalkozott, kezdetben a helyszíni gazdaságok építészetével, tulajdonképpen a természetes szellőzés, az árnyékolás és az energiatakarékos technológiák izgatták. Az épületei ezek szerint szerkesztődtek, és ebben a könyvben ezek a szerkesztési elvek találhatók egyrészt, másrészt pedig az a filozófia, ami ezt a természetbarát, környezetbarát, vidéki építést leírja. Nekem fantasztikus élmény volt Reisl Gábort megismerni még az egyetem alatt. Én a Bercsényiben voltam kollégista, és oda jött annak idején előadást tartani, és hát óriási élmény volt látni, meglátni is, őt ugye egy 2 méter magas látványos ember volt, és nagyon olyan dolgokról beszélt, amik engem is foglalkoztattak, úgyhogy én azon voltam az egyetem hátralevő részében, hogy valahogy ezzel az emberrel kapcsolatba kerüljek, és hát hál' Istennek sikerült is. Ő kiírt egy pályázatot, amin én indultam, és ott úgy ítéltenek, hogy jót csináltam, és egy tanyájára elvitt, ez a Rendek tanya volt. Bennem ott eldőlt, hogy mindent megteszek, hogy együtt dolgozhassunk. Ez hál' Istennek így is alakult. Sokféle házat terveztünk, egy természetesen leginkább mezőgazdasági épületeket, de nagyon sok lakóépületet is, és ahogy az idő múlt, egyre inkább középületeket is elkezdtünk tervezni. Az első házunk egy 600 négyzetméteres budai villa volt, ilyen szélső értékekben ingáztunk gyakorlatilag, és 40 ezer biocsirke szaladgál az egyik épületünkben, tehát ilyen szélső értékek között tervezgettünk. Ez Tornyi Szent Miklós, és az volt fantasztikus benne, hogy kezdettől fogva teljesen egyenértékű partnerként kezelt, még ha az ember nem is volt nyilvánvalóan ugye szakmája elején az, és ez örök tanulság, továbbadandó érték tőle. Reisl Gábor alakját, gondolatait és munkásságát a 2005-ben készült portréfilmje alapján idézzük meg. Mindig azt szoktam mondani, hogy a példa nekem a saját tanyám. Hiszen van szerencsére saját tanyám, ahol most ülünk, Sukoron. Ez a beépítés számomra nagyon fontos támasz. Itt a legfontosabb nem az épületek maguk, hanem az udvar. A tanya egy világkép. Ez a sukorói tanya is az. Hiszen leképezi az egész világot. A északi oldalon van a lakóház, a tornász délre néz. Nyáron ugyanez a ház árnyékban van, hűvös, jól lakható. Az épületeimnél is észrevettem, hogy talán ösztönösen is ezeket az udvarokat létrehoztam. Olykor nem is kell teljesen kész terveket adni, hanem az emberek kezébe egy sorvezetőt kell adni. A paraszti építészet természetességét, ezt manapság mondhatjuk így, hogy az ökológiai építés alapja. A rendszerváltozás után magára lett hagyva ismét a magyar parasztság és a magyar falu, és mivel voltak kambodzsai tapasztalataim, tudtam, hogy most itthon kell tevékenykedni. Valamiféle hálózatot kellett létrehozni, azt meg nem lehet az ifjúság nélkül. A Budapesti Műszaki Egyetemen fiatal építészek létrehozták az úgynevezett alkotóheteket. Én egy olyan programmal érkeztem, aminek az volt a címe Tanya csak egy van. A lényege az volt, jöjjetek velem vidékre, és teremtsük meg a magunk világát. A hagyományokat föltérképezzük, és igenis tudunk teremteni egy új vidéket, hát magunk számára, az ország számára, az ő számukra. Nyári táborok alakultak ki, és elkezdtek különböző kapcsolati pontok lenni vidéken. Mondanék egy-kettőt. Ilyen hely Kenderes, ilyen Tiszadok, ilyen Kávás, vagy ilyen Valkonya.
ott már turistaházunk van, építjük. Ott már a faluban gyakorlatilag benőttünk, hiszen egy kis zalai faluról van szó, 72 fővel, és ha oda leégérkezünk, akkor 100%-kal megnöveljük a falu lakosságait. Élet gazdagsága az nyilvánvalóan visszaadta mi munkánkra, és így együttesen visszatérve a TET színhelyére olyan élményekben lehet részünk, ami mindig újabb kihívások felé vezet minket, és hát mit mondjak, jó így lenni, jó így dolgozni, és jó így várni a következő feladatokat.